Szép jó napot, sziasztok! Vörös László vagyok, ez a Kávéza helyszínelővel itthoni esemény. Bicók Péter cimborámmal beszélgetünk ma egy picit. Szevasz, Peti! Hello, sziasztok, sziasztok! Petire emlékezhettek, mert pár hónapja volt vele egy közlekedési szemléletváltás, és a Nem adom fel kávézóban tartottunk egy 3 órás nagyon remek beszélgetést. Ennek a beszélgetésnek a videója, illetve ennek az első része már fönt van a csatornán. Be fogom linkelni ez a videó alá, de most is mutatom itt a háttérben. Itt van. Petinek van egy oldala, a Város és Mobilitás Intézet, aki tényleg érdekel egy picit másmilyen közlekedési szemlélet, akkor az nyugodtan nézze meg, de hogy miért más Peti, és majd miért beszélünk vele most este egy picikét, azt mindjárt el fogjuk mondani, illetve egyáltalán Peti, pár szót mondjál már, légy szíves, hogy te ki vagy akkor. Tényleg csak 2-3 mondat, hogy te ki vagy, mi vagy. Jó, hát én közgazdásznak kezdtem, és Angliában, Londonban, illetve Amsterdamban tanultam utána közlekedés és várostervezést, és hát egy 15 éves külföldi kirándulás után tértem vissza, hogy mondjuk megváltsam itt a magyar társadalmat, és megmentsek, hát reményeim szerint azért életeket is, azzal, hogy megváltoztatjuk a közlekedési rendszert. És hát igen, 2,5 évvel ezelőtt alapítottuk a Város Mobilitás Intézetet, ahol hát a szemléletváltási feladatokon túl ugye várostervezési munkáink is vannak. Eddig az első kerülettel dolgoztunk a fővárosban, illetve most a 8. kerülettel, de mellett a Budapesti Fejlesztési Központnak is segítünk, a jelenleg a kerékpáros kertváros stratégiának a egyik társszerzői vagyok személyesen én, illetve a társ Árva János is ezen dolgozik. És hát alapvetően azon dolgozunk, hogy minél élhetőbb legyen ez az ország, és minél kevesebben halljanak meg a közlekedésben, és mindemellett minél többeknek legyen lehetősége biztonságosan elérni úti céljaikat. Szuper! Árva Janit említetted. Árva Janival szintén csináltunk pár videót már. Ő volt még a Kockacukor kávézóban is velünk. A vele készült videókat is fölteszem ez a videó alá. Tehát ha Árva János, aki egyébként pedagógus, ő tanárember, és ő is Londonban tanult, azt utána visszajött, és városi kerékpáros oktatást tart itt Budapesten. Szóval ő is egy nagyon remek szemléletű ember. Azért ültünk most le egy picit a Petivel, mert megjelent a Facebookon, a baleset megelőzés oldalán egy kép, amit hát jól megnéztünk, és hát teljesen egyetértettünk szakemberként, Peti és én is az itt leírtakkal. Viszont elkezdtük olvasni a kommenteket, most azt nézem, a kommentek most jelenleg 248 komment van, és hát nem egészen mindenki ugyanazt gondolja, ami nem olyan nagy baj, mert hát azért színes a világ, de azt gondoljuk, hogy kellene egy picit arról beszélgetni, hogy az a szemléletváltás, amit Peti te képviselsz, illetve amit talán én is szeretnék a csatornával, hogy azt valahogy így az emberek felé próbáljuk meg továbbítani. Én pár hónapja készítettem egy videót, amihez te hozzászóltál, mindjárt megmutatom itt a nézőknek, megkeresem. A Bocskai úton volt egy baleset, ahol keresztbe jött egy autó, és itt van ez a szinte repült az autó magas patka miatt, igen, ez volt az a videó, és alá írtad, mert én azt mondtam, hogy itt lehetett volna egy tükör a keresztbe, és akkor nem lett volna baleset, illetve a tükröt nézhette volna, és azt írtad oda alá, hogy nem tükör, hanem eleve miért kell itt keresztbe átvezetni ilyen szinten, vagy miért nincsen körforgalom. És nekem az is, de engem meglepett. Tehát sokszor azt gondolom, hogy tök jól látom így az újabb, nem is tudom, újabb szeleket, hogy fújnak, és én is rácsodálkozom arra az újabb fajta szemléletre, amit te képviselsz. És, igen. Kibővíthetem picit, tehát hogy arról van ugye szó, egyébként pont a kezembe került most az egyik agglomerációs településen egy fejlesztés, ahol az egyik ilyen terven pont az volt az ajánlat, hogy valami 53 ilyen tükröt rakjanak ki minden sarokra, hogy hát a közlekedés biztonság növekedjen. És ugye ez is egy olyan szemlélet, hogy na, mi növekedjen, tehát hogy javuljon a gépjárművel való közlekedésnek a biztonsága, amivel semmi gond nincsen, hogy az javuljon, csak arról viszont nem volt a dokumentumban sem, illetve amit a videóban sem arról, hogy,
hogy hát itt mindenkinek a közlekedését javítani kéne, mindenkinek a biztonságán. És ugye a Bocskai úti kialakítás ugye azért van úgy kialakítva, és azért van az a veszély, hogy az a pár ember, aki naponta ott ugye balra akar fordulni, vagy keresztbe akar menni a Bocskain, annak ne kell megtennie egy plusz 50 méter, ha jól emlékszem, a Karinti Frigyes, az kb. Maximum 100 méter. De mondjuk, hogy dugó van, akkor lehet, hogy ez pár perc, értem. És hát ugye azért nem lehet balra kanyarodni, vagy nem is tudom pontosan, hogy hogy lehet kanyarodni, de alapvetően azért nem lehet balra kanyarodni, illetve visszakanyarodni, mert ugye jelzőlámpa van, és a jelzőlámpának ugye sajátossága, hogy ugye azért, hogy minél többen át tudjanak menni, egyszerre kell mindenkinek mennie, és mivel egyszerre kell mindenkinek átmennie egy zöld hullámon, vagy egy zöld cikluson, ez azt jelenti, hogy minél több sáv kell, hogy azon átférjenek. Tehát nem akarok nagyon ilyen minden más témába belemenni, de ugye arról van szó, hogy azért engedtük, hogy egy pár percet nyerjen az a pár ember, aki autóval közlekedne ott arra. Miközben nem csak autóval közlekedünk arra, és hát nem is az lenne a cél, hogy minél többen autóval közlekedjünk, hanem az lenne a cél, hogy mindenki elérhesse a célját gépjármű nélkül. Tehát most akkor földobhatjuk azt a témakört is, hogy ugye ahhoz, hogy felszálljunk egy buszra, ahhoz ugye mondjuk jó esetben kell 300 forint vagy egy bérlet, ahhoz, hogy valaki autóba üljön, ahhoz, hát nem csak az autót kell megvenni, de előtte ugye több hónapot ugye erre jobb esetben ugye készülni, vagy tanulni kell, vizsgákat letenni, tehát hogy sokkal drágább is a bekapcsolási lehetőség, ami hát mindig a lakosság nagy részének nem lehetősége, és mégis az a szemléletünk van, hogy a legfontosabb, hogy kirakjunk egy tükröt. Miközben azt a tükröt kifizeti. A tükröt mindenki fizeti, és tudom, hogy egy apró költség ahhoz képest, hogy mennyi a tükör és mennyi a társadalom, de mégis az igazságosság, vagy társadalom igazságosságnak a hiánya az abszolút megvan még egyetlen tükörnél is, hogy azért legyen annak a pár embernek biztonságosabb, miközben az is lehetett volna, hogy ott nem lehet mondjuk befordulni, vagy megvan az egész emelve, vagy nem beszélve akár sebességkorlátozásokról, tehát az is lehet, hogy Bocskai úton végig 20 km/h lehessen közlekedni, hogy mindenki lássa egymást és mindenki lassan, de nem, mert az sokkal fontosabb, hogy gépjárművel minél gyorsabban menjenek az emberek. Kezdem meglátni a beszélgetésekben egyébként azt a szemléletet, amit képviselsz. Most ugye a Népligetnél, biztos láttad, ez a kézilabda stadionnál kerékpár sáv lett két oldalt Züllői úton. És emiatt elvettek egy-egy sávot egyébként a közútból, és így lett egy széles, érdekes egy picit a kialakítás azokkal a pollerekkel, de mindenféleképpen nekem tetszik az, hogy oda nem kell a Ligetbe bemenni, azért, hogyha a kerékpár úton, vagy kerékpár, tehát mindenféleképpen valamilyen védettebb kerékpáros infrastruktúrán szeretne közlekedni az ember. És valakivel beszélgettem most legutóbb, és mondta, hogy hát ott is elvettek egy sávot. Nem, kaptunk egy kerékpársávot, de miért nem mennek benne a Ligetbe? Megint ez a, miért nem megy a járdán? Miért nem megy a járdán? Miért nem megy a... Szóval nekem nagyon tetszik. Peti, mikor láttad ezt a képet? Most, amikor beszéltünk róla, délután, vagy már korábban is szembe futottál ezzel a képpel, ezzel a poszttal? Hát ezzel a poszttal konkrétan nem, de hát hasonlókat ugye mi is posztoltunk meg ez, tehát maga ez az adat, vagy nem tudom, információ, hogy természetesen sokkal, hát szinte 100% esélyed van ugye túlélni egy 30-al való elütést, az, természetesen ez már évekkel visszamegy. Szerintem a mi oldalunkon is látok, akár a Facebook oldalunkon is hasonlókat. De igen, ezt ugye, ahogy küldted, most láttam. Egyébként és eleinte nem tudtam, hogy oké, miről akarunk beszélgetni, mert oké, volt ugye másik alkalom, amikor a baleset megelőzés oldalon, hát olyan képek voltak, amikről tényleg beszélni kellett volna, maga erről a leadott információról, vagy az áldozathibáztatásról, ami benne volt a szövegben. Viszont itt nem tudom, hogy egyébként tök korrekt, amit írnak, igen, természetesen ez így van. Sőt, ha odaírták volna 60 km/h, akkor az még jobb lett volna. Illetve, ha jól emlékszem, szerintem valamikor most nyáron volt egy másik posztunk arról, hogy egy SUV-val milyen adatok vannak, ahol, ha jól emlékszem, akkor 100%, hogy meghal egy felnőtt ember is, hogyha 50-nel elütik, vagy legalábbis eddig az eddigi tanulmányok azt mutatják. Tehát itt azért nagyon durva a különbség, amikor ugye egy nagyobb gépjárművel ütnek el, és azt hiszem pont van is egy fotó, ott ilyen melmagasság jár nekem. Igen, az volt az előadáson is, ott mutattál egy ilyen képet, igen, emlékszem rá.
úgy azt hiszem elég egyértelmű, hogy, egy ilyen előtt akkor, hát akkor az annyi, és hát sajnos ugye pont ezek, amik növekedésben tartják az autóipart, tehát ugye megnézzük akár a magyar, akár a amerikai vagy európai átlagokat, ezek a SUV-ok azok, amelyek növekednek még mindig az eladásuk, egyébként meg ugye stagnálna, vagy csökkenne mindegyik országban az autóadások száma, viszont a SUV-ok nőnek. Tehát ez így nyílik ki ez az olló a számokban, és egyre többet látunk ugye magyar utakon is. És hát ugye emellett több parkolóhelyet veszel, a két mondjuk beállt sáv mellett nem fér el akár egy robogós vagy egy kerékpáros, tehát nagyon sok ugye hely igénye is van. Mondjuk mész az autópályán, és elmegy mellette egy nagyon nagy autó, akkor a következő gondolata az az, hogy na nekem is kéne egy még nagyobb autó, hiszen ha ez előtt, akkor hogyan védjem meg a gyerekeimet hátul? Hát csak úgy tudom megvédeni őket, hogyha egy nagyobb autóval rakom őket. Úgyhogy mindenki szépen vesz egy nagyobbat, és nagyobbat, és nagyobbat. Értem. Amíg ugye például nem tudom, hogy miért nem tesz ez ellen ugye egy város, mert nem kell ahhoz mondjuk egy országos nem engedélyt vagy engedély elvételét tenni, nyugodtan megteheti egy város vagy egy város negyed is azt, hogy hát köszönjük szépen ebbe a városba csak mondjuk 2 méter széles személyautókkal jöhetsz be, és ugye van ugye, most gyorsan akartam mondani, a dél-nyugat német városka, amelyikben a polgármesteri szinten is már ezen gondolkodnak, illetve több francia város is ezen dolgozik, és hát várjuk, hogy melyik magyar város lesz az első, amelyik azt mondja, hogy személygépjármű az 2 méternél szélesebb ne legyen. Nézem ezt a képet, hogy ez a 30 km/h, és óhatatlanul összekapcsolódik a hír a párizsi 30-szal, és amikor itt megjelent ez a hír, hogy Párizsban bevezették, Párizs bizonyos részén bevezették ezt a 30-at, akkor arra a posztról is, hú, hogy mi volt ott, hogy mit képzelnek az autósok, már hogy nem is az autósok, hanem a városvezetők, akik ezt be akarják vezetni, és hogy mi lenne itt Budapesten, ha ezt bevezetnék. Mi van ezzel a 30-al Párizsban? Covid alatt indult el, vagy robbant be Párizsban is, ugyanúgy, mint más Berlin, London, Milánó, több városban is, hogy hát átadtak helyeket, sávokat, elvettek a gépjármű forgalomtól, és inkább a kerékpáros, sőt van, ahol meg gyalogos forgalomnak adtak több helyet. És ennek a következő lépése volt, hogy ahol meg nem tudunk ilyen területet, védett, szeparált területet adni a kerékpározóknak, azért ugye hatékonyabb, mindenki számára vonzó legyen a kerékpár, ezáltal viszont akkor egyre kevesebben kell, hogy autóba üljenek. Ahol viszont ezt nem tudták megtenni, ott illetve mindenképpen meg kell tenni ezt is, de az egyik másik pont, hogy akkor mindenki szépen menjen lassabban. Brüsszelt nem említettem, ahol ugyancsak mondjuk a brüsszeli nagykörúton belül 20-as zóna van, mindenhol máshol pedig 30-as, illetve igen, tehát ott is az elég sok ilyen változás történt. Tehát a Covid az egy ilyen trigger volt azért tényleg így az európai fővárosoknál, sőt, tehát kisebb városokban is, és hát Párizs meg azért, hát Anne Hidalgo már alpolgármesterként is hasonlókon dolgozott, és az illető város... Ő Párizsnak ugye a polgármestere? Párizsi? Most már főpolgármester, igen. Főpolgár, aha. És az előző ciklusban is már főpolgármester volt, és talán annyi kuriózum, hogy ugye a Covid alatt újra választották, és akkor az még egy ilyen dobást adott annak, hogy tényleg ebbe az irányba induljon tovább a város. Ami azt jelenti, hogy igen, most szeptembertől alapvetően egész Párizsban 30 km/h a sebességkorlátozás, ami ugye Párizs, hogyha tehát ne a Île-de-France területre gondoljunk, hanem Párizs prop, tehát a Cité-re gondolunk, ami hát egy hasonló nagyságú terület, mint a Hungária körúton belüli terület, 2 millió lakos, tehát a Budapestnél azért kicsit magasabb, mármint hogy a Hungária körúton belül egy olyan, azt hiszem 800-900 ezer ember lakik, és ezen belül ugye csak 30-as zóna, és inkább a kivétel az, tehát van egy pár, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 fő sugárút, ami hát a helyi rendőrségnek a nyomására megmaradt 50-nek. Aha. És azért ott is látni például azt a fajta, hát a szemléletváltásnak a konfliktusát már
Az előző ciklusában is volt egy konfliktus, hogy a rendőrség nem akarta betartatni azt a dízel autók ellen irányuló új rendeletet, amikor is hát a túl öreg autókat nem kitították a városból, és a rendőrség ezt meg visszadobta. Tehát ott is azért vannak ezek a oda-vissza játszmák, mint amit azért Magyarországon, vagy Budapesten mindenképpen látjuk, hogy inkább a politikai erők dobják föl ezeket, és a egyik politikai, a másik meg visszadobja. De azért egyébként Budapesten már látszik, hogy mind a két politikai tábor azért ott van, hogy ezen változtatni kell. És pont ezért nagyon furcsa számomra, hogy miért nem működünk gyorsabban. Tehát Füries Balázs is írt múltkor legutóbb egy olyat, hogy az autókat, a parkolóautókat innen kitakarítják és visszaadják a területet a gyalogosoknak. Tehát itt nagyon sok ilyen van, vagy mondhatnám, mindegy, listázhatnám egyébként, mondom mind a két oldalon, hogy támogatók meg ellenzők, tehát ez tényleg nem egy politikai vágás, hanem inkább szemléletbeli. És ugyanúgy, mint látjuk mondjuk Vitézi Dávidot, aki pont azon dolgozik, hogy hát egy élhetőbb és egy autómentesebb városunk legyen Budapesten. Ugyanúgy azért látni hát a főpolgármesternek a kabinetjében is olyan szellemeket. De megint elmentünk politikai térre, menjünk vissza a 30-ra. Hát igen, alapvetően arról van szó, ami azt hiszem, hogyha szakmai dolgot kell elővennem, akkor a hollandokat kell elővegyem megint csak, és valószínűleg mindenben ezt fogom elővenni. A hollandoknál van egy olyan szemlélet, ami 1984-85 óta stabilizálódott, hogy vagy a járművek közlekedőknek a tömegét, vagy a sebességét kell hasonlóra hozni, tehát hogyha hasonló járművek közlekednek, azok oké, hasonló járművek menjenek, szeparálva vannak akkor ezek szerint, tehát akkor a gépjármű az itt megy, a kerékpár itt megy, a gyalogos itt megy. Azoknak akkor menjen meg a saját sebességük. Ha ők viszont keverednek, akkor viszont sebességüknek hasonlónak kell lennie, mert egyébként nagy baj van. Világos, világos. Tehát ez a Tehát ez fő elég, szemlélet, aha. elég egyszerű koncepció, vagy a tömeg, vagy a sebesség azonos legyen. Ez tök jó, ez úristen, ez tök jó. Azért is szeretek veled beszélni, mert szeretek muníciót gyűjteni a beszélgetésekhez, hogyha valahol vitába keveredek, akkor bár azt gondolom megvan nekem is a szakmai kompetenciám és gondolataim, de ez az új szemlélet, ez jön elő, és volt egy pár komment itt, amihez egyszerűen, azon kívül, hogy én hüledeztem, nem tudom, hogy mit tudunk azzal csinálni. A tudunk, az tényleg minden új szemlélettel rendelkező, hogy beledöglik a város az autókba, mint környezetszennyezés, mint mindenbe, és mégsem akarják letenni az emberek az autót, és azt mondják, hogy akkor is kerékpáros menjen a járdán. Tehát, hogy ezekkel az emberekkel mit tudunk csinálni? Hagyjuk az időre ezt, hogy majd meggyőzi őket az idő, vagy egyáltalán győzködjük őket, vagy majd átnyomja a szakma ezt? Nem. Tehát, hogy mondjam, a szakma sokat vitázik. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy meg kell nekik mutatni. Meg kell nekik tapasztalniuk, hogy ez hogyan működhet. Ahhoz viszont meg kell tenni a lépéseket, és nem szabad félni az ilyen lépésektől. És ki kell alakítani azt, hogy alternatívákat. Tehát jelenleg tényleg nincsen alternatíva. Tehát nincs olyan biztonságos hálózat, ahol mondjuk kerékpározni, vagy mondjuk nem tudom, teherkerékpárral, vagy akár igen, mondjuk kerékpárral el lehetne menni A-ból B-be, úgy, hogy ne kelljen tényleg gépjárművekkel keveredni, vagy csomópontokban veszélyes helyzetekbe kerülni. Ezeket szerintem tényleg csak úgy lehet megtenni, hogy azt mondja, hogy na, most akkor ezt kipróbáljuk, és benne van az, hogy oké, lehet, hogy 3 hónap múlva visszalépünk, tehát a nagy körút az szerintem egy hasonló indítatású volt. Ami tényleg hiányzik, hogy ez megállt. Tehát, hogy nem értem, hogy most már hát több mint másfél éve volt, ugye, olyan nagy körútnak a Igen. felszabadítása, vagy nem tudom, hogy mondjam. És hát nem csak, hogy nem folytatódott, tehát én mostanában a Szent István körúton pont azt a kapcsolatot, hiányt hát szenvedem meg kb. Minden nap, hogy a Margit hídról elkerülni valahogy a Nyugati térig. Nem beszélve arra, hogy hát vagy ugye, ja, a legviccesebb egyébként van ugye buszsáv a másik irányba, a Nyugatitól a Margit hídig. Így van.
amelyik nem fér el. Egy mindig, Tehát igen, jaj, ne is mondd, Szél Kálmán téren ott is, 1-8, vagy nem tudom, de azért ilyen nagyon szűkek a sávok, tehát a busz, a 250 széles busz nem fér el a sávban tényleg. egyébként hozzá kell tennem, jó, előveszem mindjárt a buszsofőr jogosítványomat, tehát buszsofőr is voltam még 16 évvel ezelőtt, 18 évvel ezelőtt, egy évet Angliában, tehát azért ott el lehet férni, de tényleg ilyen két-két centi mind a két oldalon, de tényleg úgy álltam így egy busz mögött kerékpárral, és nem férem. A másik meg ugye, arról már dobtam fel egy videót talán tavaly, hogy a Szent István körútnak viszont a másik oldalán, az 5. kerületi oldalon, ott, ha jól számoltam, az 14 parkoló autó miatt nincsen kerékpárút, tehát Aha. szeparált kerékpárút. Az a 14 parkoló autó az fontosabb a városnak, mint összekötni ezt a két hálózati szakaszt. Ami elindult mondjuk a járvány alatt, az így megtorpant, megállt, és tényleg nem pénzkérdése, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy nincs erre pénz a fővárosnak, vagy akár a kerületeknek, mert van olyan kerület, amelyik szerintem nagyon szívesen bele is adna ezekbe. Lehet azt is csinálni, hogy és az meg egy másik alternatíva, hogy szépen fölülünk a repülőre, és elmenjünk Amsterdamba, Rotterdamba, amelyik az inkább hát nagyon sok autós infrastruktúra is van, vagy akár elmentünk Bécsbe is, és fölünk a vonatra, és megnézzük Bécset, hogy ott hogyan alakították ki, illetve alakítják még mindig. Ott is egyébként nagyon jó látni, hogy vannak konfliktusok, ott is visszavettek kerékpár sávokat a járvány második hulláma után. Tehát ott is, illetve ugye, ott is volt ugye önkormányzati választások, és azután ott is azért voltak változások. Nem mindegyik a jó irányba, sőt. Viszont azért vannak dolgok, amik előremutatóak. Ne csak azért mondom, hogy alapvetően el lehet menni megnézni, de azt hiszem, arra meg mindig azt szokták válaszolni, hogy jaj, de hát az Amsterdam, vagy jaj, de hát azok osztrákok is, igen, azok pontosan ezt kultúráltak. szokták, igen. Olyan videóm is van, ahol egy holland pasas rajta akadt a mozgó polleren. Tehát, hogy ott is vannak jó és rosszul közlekedők, és alapvetően a szabályokat azért tartják be a magyarok is egyébként, amint átérnek az osztrák határon, mert ott igenis van rendőrség, és tudják jól, hogy mindenki más is így közlekedik, és ahogy így a tömeg átáll, a magyar is, ahogy átlépett a határon, már sokkal inkább osztrákosan vezet, mint magyarosan. De egyébként nézegetve a kommenteket, az első benyomásom rögtön az volt, hogy biztos trollok azért egyesek ebben, mert azért ilyet csak nem gondol valaki, nem tudom, kiemeljek egyet. Talán a legelsőt, amelyik most már 192 lájkot kapott, hogy, és nem tudom, hogy erről beszélgessünk-e, ami nekem feljön legelsőre, hogy hát szigorúban kellene büntetni a tilosban átrohanó figyelmetlen gyalogost és biciklistát. Ez hihetetlen komolyan. Tehát, hogy ez annyira döbbenet nekem, amikor ezt elolvastam, és igen, nézem, hogy 193 lájk. A kérdés, hagyd dobjam vissza ezt a kommentet neked, mint jogi szakértőnek is, hogy hol lehet tilosban átlehetni? Tehát, hogy hol vannak olyan helyek, ahol ahol szabálytalan az áthaladás. Mert ugye a kommentelő azt veti föl, hogy ahol, én így értelmezem, hogy ahol nincsen zebra, az azt is jelenti, hogy szabálytalan ott a gyalogos áthaladás. Igen. Pedig nem így van. Nem a egész, zebra, ne, a nem, zebra csak azt nem, mondja, ez így van, azt nem mondja meg, meg, hogy ott elsőbbsége van. Így van. Most készülök egy másik videóval, mert ez a kanyarodó főútvonal majdnem úgy néz, mint kanyarodó főútvonal, ott hol van elsőbbsége a gyalogosnak, és azt látom, hogy ebben, hát amit azokon a, volt az a kép, hogy majd fölteszem ide ez a, hogy ilyen pallókon mennek át az emberek, és a járda az ilyen védett valami, igen, és egyébként középen pallókon mennek át. Tehát tényleg azt látom, hogy vannak emberek, akik így vélekednek, hogy ott az út középen a nevükre vették, az övéké, oda ne szülessen a másik oldalra a gyalogos, tehát itt aztán tényleg ne menjen át. Még, tehát hogyha nincs, tehát gyalogos átkelő helyen se menjen át, csak ha megállt, meggyőződött, és abszolút 3 hónappal korábban írásbeli kérvény nyújtott be, akkor mehet át a zebrán. Máshol egyébként, ahol nem tilos neki, de nincs elsőbsége, ott se menjen át. Tehát, hogy tényleg az a döbbenet, hogy nem. Szerintem mindannyiunknak van olyan, vagy legalábbis
nekem mindenképpen vannak olyan tapasztalásaim, amikor verbális konfliktusba is kerülök, mert hogy valaki leszól, hogy miért léptem rá a zebrára. Igen. Tehát, hogy sőt, legutóbb azt hiszem, az volt a gond, hogy a zebrától már 50 centire leléptem, és csak a második lépésemmel kerültem a zebrára, de tényleg 1 méteren belül volt, tehát nem 50 méterre később, hanem de már ez is gond volt. És arra például volt ideje, ugye van ideje a sofőrnek, hogy erről vitázzunk egyet, de arra nem, hogy megálljon, és utána Igen, így megszékozza. van, Tehát így így. van. De Mutatok azt hiszem, egy. ez valószínűleg inkább csak így a mai magyar, nem tudom, az általános konfliktus, vagy nem tudom, ez az általános szemlélet, ami van most Magyarországon, hogy mindenkibe bele kell rúgnunk, aki, nem, tehát valami ilyen érzésem van mostanában erre felé. Jó, hogy mondod ezt, mert ez a mindenkibe bele kell rúgni. Jócó bácsi egy nagyon remek tanárember a Facebookon, és ő is panaszkodott valamikor, ő egy nagyon-nagyon jó szándékú ember, így a posztjai alapján nagyon szereti a gyerekeket, szerintem remek pedagógus, időnként a tévében is megszólal, és ő is leírja valamelyik nap a posztjában, hogy őt is megtámadják ezek a trollok, vagy nem tudom, hogy mindenkit nevezük trollok, tehát hogy mindegy, hogy hogyan nyilatkozol meg tehát ha megnyilatkozol, és kiállsz az emberek elé, és te javítani szeretnél egyébként, tehát nem ártó szándékkal állsz ki, akkor is letámadnak és megpróbálnak legyűrni. Dr. Almási Kitti, pszichológus írta ezt most valamelyik nap, talán 2 napja, 1 napja a Fészen, hogy egészen elkeserítő, ha egy társadalom odáig jut, hogy a tagjai már nem azt fogalmazzák meg elvárásként, hogy véleménykülönbségek esetén is vegyük egymást emberszámba, és tiszteljük a másik alapvető méltóságát, hanem azt, hogy váljunk érzéketlenni, legyünk ütésállók, viseljük el zokszó nélkül azokat a gyakran egészen ordas, dehumanizáló sértéseket és támadásokat, amiket kapunk. Valójában ma már csak két lehetőségünk van. Megkeményítjük magunkat, hogy el tudjuk viselni a véleményünk nyilvános képviseletével együtt járó agressziót, vagy hátralépünk, és befogjuk a szánkat. Emiatt rengeteg értelmes és érzékeny lelkű ember kényszerűen visszahúzódik a megnyilatkoztatástól. Mert elrémül attól, hogy ilyen tömegű, primitív, személyeskedő, bántalmazó indulat zúduljon rá. Ők már legfeljebb csak szűk, biztonságos körben mondják el, hogy mit gondolnak valamiről. Ezzel azonban a közösség rengeteget veszít, mert éppen azokat a tagjait hallgattatja el, akik érdemi szempontokkal tudnák gazdagítani a diskurzust. Szóval ez jut eszembe folyamatosan, amikor akár az én posztjaim vagy videóim alatt is jönnek a támadások, holott az én oldalamról is egy előzünk meg baleseteket, tehát viszonylag egyszerű a képlet, vagy egy Jócó bácsi, vagy olyan posztok alatt, és itt is ezek alatt is az jön elő, és akkor Jó, ez szerintem az internetek a velejárója, sajnos. Tehát szerintem nőttünk még fel arra a feladatra, hogy úgy kommunikáljunk egymással, mint hogyha egymással szemben lennénk. És talán most ugye ezt az utolsó fél mondattal folytatnám is, hogy sajnos már amikor egymással szemben vagyunk, már akkor is előfordul ez. Tehát arra igen. utaltam, hogy tényleg emberek akár kiabálnak, és most már nem is arról van szó, hogy magában a fémdobozokban az emberek, arról ugye több tanulmány van, hogy ha egy fémdobozban vagy, akkor ugyancsak ez az zártság Aha. érzeted van, és akkor mondhatsz bármit, ugyanaz, mint ugye a napszemeg mögött vagy, stb. Viszont most már egyre többször van az, hogy tényleg inkább, nem tudom, kikiabálnak, vagy gondolom a közösségi közlekedésen is hasonló egyre több atrocitás, vagy legalábbis valamiféle verbális konfliktus történik. Ami, most nem akarok, tudod, ilyen reflektálni a felolvasottakra, de tudod, aki magyar, az velünk van, aki nem izé, az nem. Igen, Tehát nagyon sok igen, igen, ilyet igen. hallottunk az utóbbi Az 10-20 meggyőződésem évben. nekem is, hogy a nagy politika az mintaként szolgál az egyszerű Természetesen. embernek a Természetesen. kommunikációjában. Tehát akkor, Abszolút. amikor egy boldog karácsonyt kívánok egy kérdésre, akkor az pontosan megadja azt a mintát, hogy legyél cinikus, legyél lenéző, ne érveljél, ne párbeszéd legyen, hanem mindenféleképpen erőből nyomd el. No de, én most megmutattam, föltettem egy BH-t, illetve egy ilyen elvi döntést. Itt a kommentek között volt, én ezzel nem is találkoztam egyébként még, majd fölteszem rendesen.
Ugye az van, hogy van az európai jogrendszer és van a tengeren túli. A kettő között van egy jelentős különbség, hogy a tengeren túlinál van ez a korábbi ügyeket, hogyha Precedens. a precedens jog, igen, pontosan, és akkor ugye az európai jogrend az nem egészen ilyen, viszont léteznek elvi határozatok, bírósági határozatok, amik mégis megfogalmaznak valamiféle útmutatást, igen. És egy 8 Sőt, per... Igen? Egyébként van is, tehát így, nem vagyok jogász, de pont van egy ügy, vagy volt egy ügyem, amikben az ügyvédünk mondta, hogy egyébként precedensként azért vannak dolgok, amik tudnak szolgálni, tehát Igen, hogy igen. az európai, tehát Így van, sőt, így van, magyar igen, jog. igen. Tehát, hogy nem precedens, de mégis azért valamilyen útmutatót ad a későbbi bírói Igen. döntéseknek. És csak még az előbb ott hagytuk abba, hogy a gyalogos az miért lép le a gyalogos átkelő helyen, meg hogy mit merészel egyébként, hogy miért nem születik a másik oldalra. Ez egy 2015-ös büntetőjelvű döntés, amiben a lényeges az benne, hogy bár a gyalogos úgy lépett le, meg Kressz 21 szerint ugye úgy léphet le a gyalogos, hogy meggyőződik az átkelés veszélytelenségéről, viszont, és majd fölteszem, ugyanígy a háttérbe itt lesz, úgy ütötték el ezt a gyalogost, hogy súlyos sérült lett egyébként, nem ment nagy sebességgel az autó. Úgy írja, hogy annak megítélésénél, hogy a gyalogos átkelőhely megközelítése fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel történt-e, figyelembe kell venni a gyalogos átkelőhely teljes terjedelmét, nem csak annak a jármű haladás sávjába első részét, és nagyon fontos itt benne, hogy ezért a gyalogos elütéséért megállapítható annak a járművezetőnek a felelőssége, aki figyelmetlensége folytán nem veszi észre, hogy balról gyalogos lépett le az átkelőhelyre és halad, azon sebességét nem csökkenti, ezért a neki jobbról már féktávolságon belül lelépő másik gyalogost elüti. Én csináltam egy ilyen gyalogos átkelőhely megközelítési tételt, majd ezt is ide ki fogom dobni egy ilyen folyamatábrát, hogy valójában, amikor megyünk egy gyalogos átkelőhely felé, akkor miket kellene vizsgálni járművezetőként, hogy az első és legfontosabb, hogyha ilyen igen-nem alapon ugye folyamatábrába vezettem le, hogy hát, ha esetleg az így jobban mutat a járművezetők számára, hogy ha ott van gyalogos, aki már megy át, értelemszerűen adunk neki elsőbséget. Ha nem megy rajta, viszont van egyértelműen átkelni szándékozó, akkor lassítok, elsőbséget adok neki. Ha van a közelben olyan személy, akiről nem tudom, hogy át akar-e menni, bizonytalan vagyok abban, akkor lassítok, és várom azt, hogy megváltozik-e a státusz annak a gyalogosnak. És ha pedig valamilyen takaró hatás van bármelyik oldalon, ami mögött lehet olyan gyalogos, aki a második pontban meghatározottak szerint lehet, hogy át fog kelni, akkor azért lassítok. De valahogy mégis úgy vannak az emberek így a gyalogos átkelőhelyjel, hogy ott a gyalogos álljon vigyázba, és majd átmehet, amikor úgy gondolja az autós. Ez a büntető elvi döntés pont ennek mond ellent, és szerintem nagyon remek, úgyhogy aki nézi a videót, beteszem az egésznek a linkjét, olvassátok el, mert hosszú, de nagyon alapos szerintem. De térjünk vissza egy picit a kommentekre, mégpedig azokra a kommentekre, amik ilyen, hát ilyen igen. Tehát, hogy büntetni kellene a szigorúan. Miért van az, hogy itt a gyalogosokat akarjuk védeni, és mégis a gyalogosokat támadják? Miért lehet az, Peti, szerinted? Azért sokan, na, hogy mondjam, azért van, aki azért ilyen iróniával írta, hogy hát legyen, nem tudom, 100 km/h a kötelező sebesség, és a kanyarban is, mert minden ilyen. Tehát, hogy azért, igen, persze, az megvan. De hát azért gondolom, hogy az, aki hasonló honlapot, vagy ilyen Facebook oldalt követ, az, hogy mondjam, a gyalogosok nagy része nem gondolkodik azon, hogy ő gyalogos, és hogy hogyan kell közlekednie, hanem a saját keretei között éli a világát. Tehát nem néz olyan YouTube vagy Facebook videókat, hogy kávéz a helyszínelővel, vagy semmiféle szemletváltási programon nem vesz részt, hanem éli a saját életét. És az, aki ebben már valamennyire érdeklődő, az egyrészt ugye, aki autóval közlekedik, aznak már van egy ilyen plusz hozzáadott, hát nem tudom, értéke, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt. Tehát az, hogy érdeklődik abban, hogy mondjuk, nem tudom, gyorsabban közlekedjen, vagy valami oknál fogva ezzel foglalkozott, hiszen valahogy jogosítvány szerzett. Tehát az már egy plusz, hogy van erre egy ilyen nyitás, ugye, hogy ugye pszichológiailag. Aztán utána, hogyha ebben még inkább érdeklődő, akkor elkezdi nézni a baleset megelőzés oldalt, vagy akár a helyszínevel. Tehát ugye nem reprezentatív az, hogy ki az, aki követi ezt az oldalt.
Szerintem főleg erről van szó. És főleg azok, akik ilyesmit néznek, azok hát vagy nagyon, ugye már itt is akkor van egy ilyen ellentábor, vagy nagyon szeretne változtatni a dolgokon, és nagyon zavarja, és ezért követi a baleset megelőzést, vagy nem tudom, autós közlekedő, és azért olvasom, hogy szerintem meg. Tehát, hogy érted, mit gondolok, hogy alapvetően akkor van valami extra, ami miatt ezt követik, ezt az oldalt, és hát vagy naponta, nem tudom, gépjárműben közlekedik, vagy gyalogosan, és pont ezért úgy gondolja, hogy csak ezt saját szemszögéből látja, hogy hogyan kell közlekedni, és úgy gondolja, hogy így kell, hiszen lehet, hogy ezt tanították neki még annó. És a gyakorlat meg azt mutatta neki, hogy hát nem jön le a gyalogos, hiszen hogy mondjam, ugye az is egy ilyen visszacsatoló erő, hogy azt látja, hogy a gyalogos nem lép le, úgyhogy neki mennie kell, és közel a következőhöz ott sem lép le, úgyhogy elindul egy ilyen folyamat, ami azt jelenti, hogy mivel mindenkinek az a, hát a mindegy gyalogos racionálisan dönt, akik meg nem, azok ugye mondjuk, hogy sajnálatos elütések áldozatai lehetnek, de ugye a racionális döntés az, hogy nem megyek egy 50 km vagy 70 km/h sebességű közeledő autó elé, nem fogok lelépni. Várjál csak, hogy Azaz, ez kinek a szemlélete, kinek a vélekedése? hát bárkinek, a gyalogos vagy a gépjárművezető is, hogyha itt egy gyalog van, akkor az a racionális döntés, hogy én nem fogok kiállni egy autó elé. Várjál csak, ugye azt feltételezzük ebbe a gondolatba, hogy meg tudom ítélni pontosan annak a járműnek a sebességét, és egy idősebb személy, aki nem lát 10 méterre, 15 méterre, tehát nem, nincs olyan közlekedési tapasztalata, mert Igen. itt engem az szokott ebben nagyon zavarni, amikor egyértelműen átteszünk egy olyan felelősséget a gyalogos oldalára, aki lehet, hogy teljesen képzetlen, egy olyat, hogy Pontosan. ítélje meg pontosan annak a járműnek a sebességét. Így van. Hát a kutya fáját, ha nem lát szerencsétlen ember, alig Hát lát. pontosan. Hát de pont ez az, hogy ugye azzal, hogy megtettél egy gépjárművezetői vizsgát, az azt jelenti, hogy te abban a társadalmi kategóriában vagy, hogy nem tudom, hát azt mondták, hogy meg tudod határozni, hogy 50 méterre mi van tőled. Igen. Tehát te abban gondolkodsz, hogy mindenki más is meg tudja Így határozni, van, mi van így van, 50 igen, méterre tőle. pontosan. Igen. Na, tehát akkor ezáltal már van egy ilyen félrevezető érzése az autóval közlekedőknek, hogy mindenki olyan, mint ők. Aha, igen. Na, viszont azt akartam mondani, hogy az egy racionális döntés arról, aki mondjuk meg tudja határozni, hogy milyen sebességgel jön valaki, hogy nem lép le a járdára, vagy ami az a zebrára, hiszen látja, hogy jön valaki. És mivel az infrastruktúra úgy van kialakítva, hogy hát az infrastruktúra nem fogja megvédeni a zebrán lévő gyalogost, ezért az egy racionális döntés, hogy nem fogom veszélyeztetni az életemet. És ez Tehát erősíti pont az autósban, hogy akkor megyek, mert nem lépett le a gyalogos, ugye? pontosan. És ugye ez 1, 2, 3, 4, tehát több száz alkalom után ez még inkább megerősödik, és utána pedig jön egy ilyen poszt, akkor azt mondja, hogy dehogy is, hát miért? Hiszen miközben ugye az lenne az úgymond normális, hogy ha nem is látsz a zebránál bárkit, akkor is lassítasz, mint hogyha egy piros lámpa lenne, és ha éppen addig a zöldre vált, akkor tovább mész. Így van, És így ugye van. vannak országok, ahol ha nem, már azért is megbüntetnek, ha nem látják, hogy lassítasz a Így zebrához van. érkezve. Ugye erre abszolút egyszerű megoldás van, mindegyik zebrát meg kell emelni járdaszintre, akkor az, bár inkább azzal kezdem, mit jelent a zebra? Azt jelenti, hogy elsőbsége van a gyalogosnak, igaz? Igen. Na, a járdán elsőbsége van a gyalogosnak. Nem, igen, értem szerintem, illetve ott nem tudjuk ezt értelmezni, mert ott nem kerülhetnek kapcsolatba, de igen, Igen. elsőbsége van, tehát egy kapuajból Na, jön ki, igen. tehát akkor fizikailag az úgy nézne ki, hogy minden zebra meg van emelve járda Egyébként szintre, igen, valóban. és a gépjármű érkezik oda a zebrához, fölmegy a járdára, Így van. amit most Igen, zebrának hívunk, értelek. aztán lemegy. Ekkor a fizikai kialakítás azt sugalná, hogy igen, ott elsőbség van a Aha. gyalogosnak, úgyhogy nekem le kell lassítanom, fel kell mennem, le kell mennem. Jelenleg ezt nem jelenti semmi sem. Jelenleg Igen. csak az ismeri a zebrának ugye a jelentését, hát aki megtanulta, de fizikailag semmi nem erőlteti ezt, és aki megtanulta az általában, mint ahogy mondtuk, ugye a tapasztalása nem ez, úgyhogy a gyakorlatban ez nem ivódik be. Aki meg ezt nem tanulta, az ugye bármelyik gyalogos, amiknek nincsen jogosítványa, de természetesen a mindennapi életben értelmezi ezt, de nem tudja hát szabályosan értelmezni, hiszen a gyakorlat az sokkal fontosabb számára, mint ami a szabályokra Aha, benne van írva. igen. Azaz, azaz,
konklúzió, mint ami az előző beszélgetésünkön volt, a Kressznek ez ügyben semmi értelme nincsen, hiszen nem azt a szabályt tudjuk a gyakorlatban használni, ami van szabály, hanem egy teljesen másik szabályról van szó. Én hiszek a mintakövetésben egyébként, nagyon-nagyon hiszek abban, és hiszek abban, hogy ilyen kisebb csoportokban, tehát akár családon belül, baráti társaságon, és ezenken keresztül mennek ezek a beszélgetések, de igen, ezekbe bele kell állni. Tehát, hogyha ülök a barátomnak az autójába, és azt látom, hogy úgy megy egy gyalogos átkelőhely felé, akkor figyelj, hát ott jön keresztbe valaki. Tehát, hogy ha nem is jön, tehát, hogy kommunikáljuk azt, hogy ott van egy zebra. Van egy zebra, ott jöhet egy gyalogos, és még hogyha ebből konfliktus van, én azt gondolom, és én bátorítani szoktam az embereket, hogy erről beszéljünk, mert megint csak beszéljünk róla, hogy igen, ha ott jön a mamiát, ott jön az anyukám, ott jön a gyerekem, közeledik csak, akkor szeretném, hogyha ők átmennének. Most délután pont az egyik olyan ismerősömmel mentünk vezetni, akinek viszonylag kevés gyakorlata van még, és ahogy mentünk olyan úton, ahol jelzőlámpák nélküli gyalogos átkelőhelyek voltak, és be is van egy picit így vezetve a gyalogos átkelőhelynek, vagy a járdavonal egy picit beljebb van hozva, de a parkolóautók miatt volt némi takaróhatás, és akkor mentünk odafele, és mondtam neki, hogy mindig vedd vissza a gázt, csak annyi, hogy leveszed a gázra a lábadat egy picit, nem kell fékezni egyelőre, hanem látsz, vedd vissza a gázt, szokd meg, ha mész a zebra felé, akkor legalább a gázt vedd vissza. Tehát ez ugyanúgy legyen benne, mint kanyar kettő vissza, tehát hogy ezek legyenek meg, hogy ha zebrához mész, legalább a gázt visszaveszed, azzal egy picit így beépíted azt, hogy itt valamit kell keresni. De akár ez is lehetne, hogy zebra megközelítése 20 km per óra. Tehát, hogy akkor ilyen is lehetne, ugye a legjobb az lenne, hogyha fizikailag kialakítanánk úgy, hogy minden zebra megvan emelve. És még azt is mondanám, hogy akkor már nem is muszáj valószínűleg felfesteni rá a zebrát, és nem is muszáj elsőbséget adni jogilag, aha, hiszen hogyha lelassított annyira... Fizikailag nem tud átmenni. Igen, akkor már elég valószínű, hogy el fogja néha engedni a gyalogosokat is, tehát hogy még az sem biztos, hogy kell elsőbséget adni a gyalogosnak. Viszont ha ezt nem tesszük meg addig, vagy legalábbis addig, amíg az összes zebránkat átalakítjuk, addig viszont lehetne egy olyan szabályt hozni, akár holnap, nem tudom, Máriusz, vagy nem tudom, ki van az ITM-nél, holnap kérnénk szépen akkor ezt az új kreszbe, hogy a zebra előtt, a zebra áthaladási sebessége 20 km per óra. Ugye jelenleg úgy van, és ez joggyakorlat, és ez viszonylag egységes a joggyakorlat, hogy a kreszben most úgy van, hogy fokozott óvatosság, a mérsékelt sebesség 2013 óta nincs benne, fokozott óvatosság is olyan sebesség, amivel ha gyalogos jön, akkor elsőbséget tudjon neki biztosítani, és ezt a sebességet, ezt egy ilyen 30 km per órával fogalmazták meg, de ez csak a joggyakorlatban, tehát keresztbe leírva nem jelenik meg. Tehát ha te egyébként lassítasz a 30 km per óra, és keresed a gyalogost, és úgy lép le eléd valaki, tehát ott van a figyelem, de egy ilyen önveszélyeztető, hirtelen kiugró, szándékos gyalogos van, akkor lesz az autós azért védve, hogy már pedig ő megtett azért mindent, tehát ez a 30 alatti sebesség, de igen, valóban nagyon sokan vannak, akik nem lassítanak. A véleményedet 30-al, ha 30-al megyünk, rosszabb lesz az autónak? Ha 50-nel, 50 helyett 30-al megyünk, rosszabb lesz az autónak? Többet fogyaszt? Jobban kopik? Időtényezőtől függetlenül, szerinted? Szerintem nem, hiszen egy másik sebességbe rakod. És tudom, hogy ez egy ilyen vita szokott lenni, vagy nem tudom, sok mérnök azt mondja, tehát, hogy a 50-nel a 50 persze nem tud elérni a városban, hiszen az 50 a sebességkorlátozás, tehát hogy 50 alatt kell ugye közlekedni, és talán pont ezért jobb is lenne, hogyha ha a számaink nem nullára végződnének, hanem akkor lenne 49, meg 29, és akkor rögtön, mint a boltban ugye játszák ezt a, hogy ez nem is olyan sok, de ugyanúgy akkor a sebességkorlátozásoknál gondolnánk arra, hogy hú, most már 32-vel megyek, vagy 52-vel, az miközben a már 20-as, rossz. A 10-es csoportban volt az előző szabály, értelek? Pontosan. De igen, értem ezt a, valamint ismerem ezt a vitakört, hogy 50-nel, nem tudom, kevésbé kopik az autó, de ugye azt tudjuk, hogy ha gumiabroncs, csak gondolom, hogy ilyesmi lehet, 30-nál kevésbé kopik, a zajhatása hát fele akkora, mint 50-nél, tehát 5 autó 50-nel ugyanolyan zajt tesz, mint 10 autó 30-al, és ugye ezen a sebességen még a
ugye nem is a motorzaj a legnagyobb, hanem a járműnek, tehát a súlódási zaj, úgyhogy teljesen mindegy, hogy most motoros, vagy mondjuk belső égésű, vagy elektromos motorról van szó, de hogyha ugye növekszik az elektromos képjárművek száma, akkor meg teljesen felesleges az a vita, hogy melyik sebességben hogyan kopik jobban, rosszabbul a motor, hiszen nincsen sebesség. De Aha. folytasd, nem tudom, mire akarsz Nem, kiukadni. annyit akartam még csak ezzel a 30-al mondani, én itt a József Attila lakótelepen lakom, ez 30-as övezet az egész, tehát korlátozott sebességű övezet, és viszonylag ritkán járok autóval, mert motor, ugye van egy robogó, meg kerékpározom, amikor csak lehet, és de amikor megyek autóval, akkor még négyesbe is, 30-ra, négyesbe szépen, és akkor ilyen 900-1000 fordulatnál ketyeg az autó, és nagyon lájtosan, nagyon kis finoman gurul a kis autó, és teljesen jó. De a harmadik az, mert szoktam olvasni éneket, hogy úristen, akkor csak kettesbe lehet menni, és akkor hogy bőg a motor. Nem értem persze ilyenkor, hogy most mi akadályozna meg, hogy fölváltsak harmadikba, és akkor egy ilyen 1200-es fordulattal szépen ketyeg az autó, ami fogyasztásnak is mindennek tök jó. Igen, ez hogy mondjam, én úgy vélekedem, hogy ez egy olyan demagógia, amit az autóipar elindított pont azért, hogy valamit eladjunk a vásárlóknak, hogy miért nem lesz jó, hogyha lassabban mennek, és miért, tehát élvezzék ki azt, amit megvásároltak a Aha. gépjárművben. Hiszen akkor valamennyire elveszed annak Az élvezeti értékét. Hát igen, de már az is ugye gond, hogy élvezeti értékben adjuk el azt, hogy dugóban kell ülni, mert alapvetően, hogyha megveszel egy autót, akkor hát az élete 95%-ában Igen. parkolni fog, a másik 5%-ból pedig valószínűleg a felében dugóban fogsz ülni. Tehát, hogyha városi Igen. környezetben vettél egy autót, akkor tehát valószínűleg tényleg az a cetli kéne, mint ugye a cigis dobozokon, hogy ha megveszel egy autót, akkor ott legyen a ráírva a dobozra, hogy hát milyen káros anyag kibocsátások és hány embert fogsz megölni te is, hogyha autóval közlekedsz, vagy közvetlen módon, vagy közvetetten. Tehát arra is gondolok, hogyha akár a sebesség az egy jó példa erre, ugye, hogyha azzal, ha te is gyorshajtasz és normalizálod a gyorshajtást, akkor ha valaki gyorshajtás miatt valakinek a gondatlan emberölésével kell, hogy szembenézzen. Direkt nem akarom a baleset szót használni, nem tudom, hogy érzed-e, tehát Igen, így. értem, értem. Ebben még azért ezt szoknom kell, mert Igen. dr. Major Roberttel, bocsánat, félbeszakítottam, de ne felejtsd a gondolatot, és dr. Major Roberttel beszélgettünk rólad is, és mondta, hogy tök jó lenne összehozni majd egy beszélgetést, úgyhogy az is tervben van, hogy vele, aki ugye a Közszolgálati Egyetem a tanszékvezető, vele is volt videóm egyébként, és az a szemlélet, amit ő fantasztikus szakember szerintem, de mégis amikor ez a balesetről beszélünk, mint jogi fogalomról a baleset, akkor az baleset, értem a te gondolatodat, amit mondasz, de érzem, hogy ez olyan, de nem az, mégsem az, tehát egy figyelmetlenség, de közben értem. Úgyhogy ne felejtsem el, hogy ezt a beszélgetést össze kell valamikor majd hozni. Szóval baleset. Állok elébe, nagyon jó. De akkor ezek szerint a jogi kifejezései nem pontosak. No, de visszatérve erre, akkor tehát ugye arról van szó, hogyha ha én is gyorshajtok, mert mögöttem mondjuk gyorshajtanak, akkor ezzel én normalizálom azt, hogy lehet itt gyorshajtani. Igen. Hogyha én elütök valakit, vagy aki más elüt valakit, akkor ez azt jelenti, hogy hát azért tette, mert mindannyian, mint társadalom Igen. normalizáltuk azt, hogy gyorshajtunk. Tehát akkor közösen vagyunk felelősek azért, hogy hát ez esetben lehet, hogy szerencsétlen az, aki véghez vitte magát ezt a ütközést. De ugye az azt jelenti, hogy valamennyire az én felelősségem is benne van, hiszen úgy gondolom, én normalizáltam, és én toltam őt az úton, hogy menjen már Igen. gyorsabban, mert mindenki megy gyorsabban. Margit körút környékén lakom, a Margit hídon van egy 40-es, többször mentem már 40-nel autóval, vagy Így mennek el 39-nel, mellettünk, így 38-szal. mennek el. Igen, nem, de őrület. Ott van a 30-as ív a Margit híd a Szigetnél, és ott így 60-nal, így mennek be, igen. De, hogy mondjam, valahol meg tudom érteni, hiszen mi történik? Látsz egy ekkora széles útpályát, 7 méter széles, mellette még üres tér ugye a villamosnak, az Vonza, agyad mit lát? igen. Mehetsz, ahogy akarsz, és van egy ilyen kis picike kis tábla, ami azt mondja, hogy 40. Aha. Melyiknek hiszel? Tehát oké, Igen. hogy azt mondja, racionálisan azt mondja, hogy igen, 40, de az agyad más lát. Tehát Igen, igen, igen. ellentétben van az infrastruktúra kialakítása a táblával. Ez úristen, igen, ez nagyon jó, hogy
Igen, tehát az autópályán se véletlenül szélesek a sávok, hogy ott azért biztonságosan tudjál szélesen menni. Itt meg igen, szűkítjük le. Most egy másik poszt kapcsán valaki kérdezte, hogy miért ilyen szűkek a sávok, hogy teherautóval nem lehet kényelmesen bekanyarodni, és hogy ezzel ott kezdtünk egy picit számolgatni, hogy 1,70 széles egy autó, 2 az ugye 3,40, egy TGK az 2,55, tehát hogyha kényelmes 2,55-ösre kényelmes 3 méter, abban már majd ne beférne két személyautó, amiben a két személyautó pontosan ez lenne, hogy kitágul a tér, és akkor teperek mind az állat, tehát valahogy itt a kettő között kell sajnos megtalálni, hogy lehet, hogy teherautóval, autóbusszal szűkebb, de profiba járművezető, és hagyunk neki olyan helyeket, ívekben, forgalom elől elzárt területet, amire adott esetben rá tud kaszálni a járművel, és annak a terhére tudja a kanyarodást végrehajtani, ami egyébként a keresztben a kanyarodásnál engedi, hogy a jármű méretei miatt. Igen, Igen. így van. Ehhez még azért hozzáadom, mert ugye a munkám során sokszor merül fel pont ez a vita. Talán a legjobban szemlélteti az első kerületben lévő projektünk, ahol olyan tervek, ötleteket dobtunk föl, hogy hogyan lehetne az első kerületi főutca, illetve a BEM rakpartnak a forgalmát hát javítani. És ugye itt két útpályára, párhuzamos útpályáról van szó, az egyik ugye megy északnak, a másik délnek, és emiatt ugye egyik sem nagyon élhető, hiszen hát mind a kettőn elég magas, relatív magas gépjármű forgalom van, sőt ugye mind a kettőn van kerékpársáv is, tehát mind a kettő elég széles. Na most ehelyett azt dobtuk fel, hogy mi lenne, hogyha az egyik lenne mondjuk gépjárműforgalom, átmenő forgalomnak lehetőség, a másikon viszont hát filterezve, de ne lehessen gépjárművel áthaladni, kerékpárral, meg helyi Ez elérés nagyon legyen. tetszik. Ez tetszik. De azt hiszem az első verzióban azzal dolgoztunk, hogy mi lenne, ha a fő utcában lenne ez a két irányú forgalom, ami értem légszennyezés, stb. De az egyik ilyen ellenvetés az volt, hogy hát ott nem lehet 2 és 2,75-ös a sáv, mert hogy jár ott busz. És micsoda? Hát igen, van éjjeli busz. Na mindegy, és hogy a felvetés az volt, hogy ott jár majd egy éjjeli busz, vagy mi van, hogyha van egy villamospótló busz. És az a fajta, és akkor ez vonatkozott egyébként ugyanúgy a fő utcára is, vagy bármelyik szűkebb utcára, vagy szűkebb útpályára, hogy amiatt kell nekünk szélesebb útpályákat csinálni, mert naponta egy pár olyan alkalom van, amikor nehezebb a professzionális sofőrnek, vagy inkább a tömegeknek kell. És ugyanúgy, hogy azért kell nekünk nagyon széles kanyarokat csinálnunk, mert hogy hát lehet, hogy lesz tűz, és akkor meg kell oldanunk azt a problémát, vagy a tűzoltó lehet, hogy föl tud menni a járdára is. Tehát, hogy akkor inkább ezekben kéne gondolkodni, hogy mi az a és ez már tényleg egy politikai, vagy ilyen társadalmi döntés, hogy kinek kell tervezni, a 90%-nak, vagy annak a 10%-nak. A széles, illetve szűk sávokra az egy nagyon fontos, hogy ugye én egy közlekedési társaságnál vagyok baleseti helyszínen, illetve balesetvizsgáló, és itt azért viszonylag sok olyan baleset van, például egy Széll Kálmán téren, ahol nagyon szűkek a sávok, hogy a két autóbusz egymás melletti elhaladás, az egyik áll a megállóban, a várakozó helyen, várja a végállomáson, a másik elmegy mellette, és ha, mert ott is van gyakorlatlan járművezető, Tükör. aki tükör, viszi el a tükröt, és akkor fölmerülhet azért olyan, és bennem is volt, amikor fölmerült, hogy ugye az egész Széll Kálmán teret ledózerolták nullára, és onnan építették fel a forgalmi sávokat, hogy miért nem lehetett olyan széles forgalmi sávokat, amiben kényelmesen elférnek a buszok. Ez egyébként egyik oldalról az, ahol a busz áll, tehát ahol áll a várakozó helye, az legyen 3 méter széles, 3,5 méter széles, hogy be tudjon állni messzebb a francba, de az, ahol valóban közlekednek, ott igen, ott le kell szűkíteni, pont emiatt, hogy ott az autós ne érezze azt a csábító szélességet, hogy száguldozzon, és a autóbuszvezető kollégáknak mondom, hogy azt kell igen megérteni, hogy ez a szűkebb sáv, ez nem ő ellenük van, hanem igen, a nagyobb társadalom a nagyobb tömegek miatt van, és nekünk adott esetben, hogyha szűk is, akkor nekünk még mindig ott van a lehetőség, hogy álljunk meg, és lassan navigáljuk. Igen, menetrend, mert ilyenkor előjönnek, hogy a menetrend, de hogy nem lehet, hogy lassan menjek, de hogy a menetrend azért mindig nem No, de szabadna, hát hogy a biztonságot befolyásolja. pontosan ezt akartam én is mondani, hogy az első volt mégis az biztonság. És akkor nem tudom, hogy itthon hogy van, én amikor buszsofőrnek tanultam Angliában,
akkor nekem azt mondták, hogy az én legelső szempontom az utasok biztonsága. És ilyen kicsit ironikusan, cinikusan mondta is az oktató, hogy ha ez az jár, hogy lehet, na, tehát ha hirtelen kell fékeznem, mert mondjuk kiugrott elém valaki, akkor nekem fontosabb az utasoknak a biztonsága, mint az, aki elém ugrott. Már És hogy ez nem arra tudom, gondolsz, hogy egy veszélyhelyzetben tudsz mérlegelni, hogy ne satúzzál, ne padlóféket nyomjál? Erre gondolsz? Valami ilyen jelre, igen. Tehát állítólag, nem tudom ott, tehát nem tudom, hogy itt mi van, tehát állítólag ott az elsődleges szempont, hogy az utasok biztonsága az biztosított legyen, és hogyha ez akár emberéleteket követel a járművön kívül, akkor az kevésbé A fontos. joggyakorlat, Ami, bocsánat, mondjad. nem csak nem akarom ezt persze támogatni, vagy ellenvetni, csak úgy mondom, hogy én még annó Angliában, angol jogrendben ezt tanultam. Nekem az a tapasztalatom, hogy a hazai joggyakorlatban az van, hogy egy olyan esetben, amikor a tömegközlekedési járműnek kell vészfékeznie, akkor a jog engedi a járművezetőnek, hogy mérlegelésre elmenjen ott neki idő. Tehát, hogy hagyjon mérlegelni azt, hogy most az egy autó, ami kijött, akkor nem nyomok akkora satúféket, és akkor nem 5-6 méter per szekundum négyzettel lassítom az autóbuszt, hanem lehet, hogy csak 2-2-vel, amit nem a lábammal mérek, érte, ó, ez csak 2-2-2-3, hanem érzem, hogy nem nyomok azonnal satúféket, mert tekintettel vagyok az utasokra. Tehát, hogy ezt érvként, ezt a jog már elfogadja a tömegközlekedési jármű esetében, hogy azért nem nyom padlóféket. Ez egy nagyon fontos szerintem, hogy és emiatt van egy reakcióidő növekedés is. Én a hivatásos járművezetőknek azt szoktam erre mondani, hogy mindenféleképpen biztos ismered, van ez a régi mondás, hogy a kezdő harcművész elmegy a helyi italmérésbe, hogy letesztelje magát. És akkor bemegy, beleköt mindenkibe, szétverik. Bemegy a haladó harcművész, ő ver szét mindenkit a kocsmába, a mester be sem megy, mert neki nem kell letesztelnie saját magát. És én ezt a gondolatot így a járvezetőkre, a profi járvezetőre ültettem át, hogy az igazi profi járvezető az úgy vezeti a járművét, hogy látja a dinomen helyzeteket, hogy nem kell a kürtöt se használni. Nem kell. Tehát, hogy látja előre a teljesnek a folyamatát, nem kell magát, nem feszíti be magát annyira, hogy úristen, ott majd hirtelen kelljen fékezni, és bár nekem egy Renault Megánom van. A dudája az ilyen ilyen kürtje van, de én nem emlékszem, mikor használtam utoljára. Nem emlékszem, mikor használtam utoljára. Hát nem is szabad, ugye? De Igen, veszélyhelyzetben, ez egy... tehát hogy nem jutottam Igen. a veszélyhelyzetig. Persze. Egyébként erre, na, csak egy anekdóta megint csak, visszaugorva Párizsba, ott azt hiszem pont Hidalgo első szemen, vagy mi az első ciklus alatt volt, hogy az összes hát helyi közlekedési busznak a kürtjét lecserélték ilyen csengőre, mint a villamos csengő. Aha. És ezáltal ugye sok esetben ők ugye még akkor, még most is azért van sok, olyan kerékpársávok voltak, amelyek busz és kerékpársáv egyben. És ugye azokban a konfliktusok, hogy ne ijesszék meg a kerékpáros, Aha. vagy ne ijesszék meg a gyalogost, hanem inkább ez a csengelengő hang volt. És már ez is egy ilyen tök jó szemület volt, Igen. hogy nem ledudálunk mindenkit, hanem csak jelezzük, hogyha éppen jövök. Mint hogy a villamos is ezt teszi, amikor érkezik, akkor ugye néha csenget. Peti, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk egy picit. Ez persze egy olyan téma, amiről szerintem reggelig tudunk beszélgetni, de hálás vagyok, hogy egy kis időt szántál rám. Igen, Bicok Péter. Repülnek a labdák, és dobáljuk föl igen, 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 mindegyiket. Igen, 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 de majd tavasszal, ha vége van a pandémiának, bízunk benne, hogy lesz vége, azért én szeretnének elcsalni újra, nem adom fel kávézóba, és ott egy jamborit folytassunk majd ugyanebben a beszélgetés témában, mert ez kiapadhatatlan ez a téma szerintem. Jó? Nagyon szívesen, persze. Bicó Péter volt velem itt a Kávéza helyszínen, itthoni eseményen. Köszönöm a meghívást. Aki egyébként közlekedésmérnök, Város és Mobilitás Intézet az oldala. Nézzétek, olvassátok. Nekem a weboldalam a vigyázunkegymásra.eu. Ezeket is nézegessétek, ide is kerülnek fel föl tartalmak, illetve maga a YouTube csatorna a Kávéza helyszínelővel. Ha teljesen véletlenül nem vagy feliratkozva a csatornára, akkor klik-klik, nyomjál rá, légy szíves, a kis csengőt is kapcsolt be, hogy megkapd, sőt, terjeszd a videókat, és hát nyomjál lájkot is, hogyha tetszett ez a videó, illetve
bármilyen gondolatod van, akár eltérő gondolatod, mint a miénk, Peti vagy az enyém, írd le, beszélgessünk, közel legyenek az álláspontok, mert azt gondoljuk, hogy csak ezzel tudunk valahogy előre menni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, vigyázz magatokra, vigyázz magatokra. Szia Peti, köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok!